Sziasztok! Zámbó Marcell vagyok, az Andrews Kft. Munkatársa. Nézzük, miről is lesz ma szó. A Linux biztonsági lehetőségeinek áttekintéséről. Jó, nézzük, miért van szükség biztonsági eszközökre, miért foglalkozunk egyáltalán a biztonsággal, ha foglalkozunk vele. Egyik legfontosabb szempont, mert a programok, amiket alkalmazunk vagy futtatunk, alkalmazások nem hibátlanok. Sokféle hiba lehet bennük. Ne menjünk bele abba, hogy a hiba definícióját boncolgatjuk, hogy a rossz indulatú kód az valójában hiba-e, mert lehet, hogy aki írta annak, az nem hiba, hanem az a feature, tehát ő azért írta, hogy így működjön. De lehetnek tervezési hibák, implementációs hibák, már ha megtervezték egyáltalán a szoftvert, és nem csak így a spagetti módjára írják a kódot, hanem valamire nem gondoltak, átsiklottak valami fölött, nem figyeltek rá. Aztán, ha megtervezték, de implementálták, akkor ugyanezeket a hibákat megint elkövethetik. Nem a terv szerint jártak el, eljártak a terv szerint, de hibásan valósították meg, kihagytak belőle dolgokat, és így tovább. Hát aztán, amitől igazán félni szoktunk, azok a rossz indulatú hibák, vagy rossz indulatú kódok, amik kifejezetten a programokban lehetséges hibákat használják ki. Ezek ellen szeretnénk védekezni. Hát mert aztán a felhasználók se jobbak, mint a programok. Van, aki csak véletlenül, van, aki kíváncsiságból, van, aki pedig szándékosan valami olyasmit akar tenni a rendszerünkkel, amit mi nem szeretnénk. Mindezért biztonsági eszközöket alkalmazunk, amik arra valók, hogy csökkentsék a kockázatát egy hiba bekövetkezésének, vagy ha bekövetkezett a hiba, csökkentsék a hatását, és a rendszerünk azt csinálja, amire mi létrehoztuk, és ne azt, amit a támadó vagy bárki más szeretne vele csinálni. Jó, nézzünk néhány egyszerű szabályt. Ahány előadásom van biztonsági témában, nagyjából ezeket el szoktam mondani. Törekedjünk arra, hogy minden alkalmazásunk, minden rendszerünk pontosan annyi joggal, annyi erőforrással rendelkezzen, amennyi a működéséhez minimálisan szükséges. Tehát ha nem kell valami a rendszerünkbe, akkor azt ne rakjuk bele. Mert minden plusz funkcionalitás, minden plusz kódsor, az hiba lehetőség. Hogyha csökkentjük, ezt értelemszerűen statisztikailag bizonyítható, hogy csökken a hibák száma. Jó, csak olyan képességek legyenek, amiket használunk, illetve minden rendelkezésre álló eszközzel, minden tekintetben nézzük meg a rendszerünket, hogyan tudjuk még védeni, tökéletesíteni. Tartalomból, ahogy az elején is mondtam, nagyon sok mindenről lesz szó. Szia, Fari, örülök, hogy bejöttél. És nagyon kevés idő van erre, úgyhogy csak ilyen vázlatosan most fölírtam a tartalomjegyzéket, ezt mindenki memorizálja, és tényleg ezen fog végigmenni, megígérem. Csináltam egy ilyen kis elmagyarázatot. Nagyon sok előadásnál az a probléma, hogy belefutok abba, hogy elkezdek valamiről beszélni. Ugye egy több téma van az előadásomban. Az eleje valamilyen egyszerű dolog, minden rendszeren ki lehet próbálni, nem kell hozzá nagyobb tudás. Aztán a végére meg oda jutok, hogy az assemblybe fejtegetjük, hogy itt mit kell nézni. Jó, hát ott akkor már elborul mindenkinek a gyógyszer, és három csillogó szempárt látok a teremben, aki érti, hogy miről van szó. Vagy valami érdekeset látott a mobilján. Jó, mit csináltam? Három kis jelölő van, kernelbe van, vagy user space-be, vagy mindkettőbe, amiről beszélek, pecselni kell, vagy sem, és mekkora tudásszint igénye van, egyes, kettes, hármas, egyes a legkisebb, hármas a legnagyobb. Jó? Mindegyik dián lesz egy ilyen, és akkor így látni fogjátok, hogy be tudjátok lőni, hogy szerintem ez mennyire bonyolult. Aztán majd még a saját értékítéletetek alapján újra tudjátok definiálni. Kezdjük a jelszavas biztonsággal. Ugye szokták temetni, hogy a jelszó elavult, nem biztonságos, fölírják a felhasználók, meg kellemetlen, elfelejtik, sokkal jobb a tokenes azonosítás. Mi az a tokenes azonosítás? Nem tud valamit a felhasználó, hanem van valamije. Abból a szempontból jobb, mint a jelszó, hogyha ellopják, például feltűnik neki, mert nincs meg az a kütyű. Még ha a jelszavadat ellopják, az olyan, mint a szoftverlopás, hogy a tulajdonos nem veszi észre, hogy lopták a szoftverét, csak más is használni fogja. Tipikusan a legtöbb Linux rendszeren vagy Unix rendszeren azért a mai napig még használnak jelszavas azonosítást. Ha ki szeretnénk kényszeríteni azt, hogy a jelszót a felhasználó rendszeres időnként megváltoztassa, miért van erre szükség? Azért, hogy így kellemetlenebbé tegyük az életét, ez nagyon fontos. Nem vicceltem. Azért fontos ez, mert ugye egy adott időn belül, hogyha jön egy erőből történő támadás, próbálkoznak a jelszóval, próbálkoznak. Ha végtelen ideig ugyanaz a jelszó van, és mi végtelen ideig nem veszük észre a támadást, akkor biztosan sikerülni fog a támadónak betörnie azzal a jelszóval. Viszont, hogyha levágjuk ezt az ablakot mondjuk egy hónapra, 30 napra, 10 napra, akármire, akkor a támadónak ezen az időn belül kell
sikeresen feltörni a rendszert. Hogyha nagyobb a számítási kapacitás, akkor lehet, hogy nem okoz neki problémát. Az is lehet egyébként, hogy nem így fogja feltörni a rendszert. De nézzük ebbe az esetben, mit lehet tenni. Alaprendszeren user space-be fut, nem kell pecselni, legegyszerűbben használható. A login.devs-be be lehet állítani megfelelő változókat, vagy a password parancs kiadásával, amikor a felhasználónak beállítjuk a jelszavát, lehetőségünk van arra, hogy egy, a jelszó maximális hosszúságát, nem maximális hosszúságát, maximális érvényesség idejét napokban megadjuk. Ha egyébként nem csináljuk ezt, akkor az alap értelmezett a Linux rendszereken az a 99.999 nap. Tehát nem korlátlanul érvényes, csak ezzel a 999 ezer, tehát mindegy, 90 ezer nap plusz még egy kicsi 9-es. Ezt ha kiszámoljátok, körülbelül 270 éves korotokban biztos, hogy jelszót kell cserélni, mert addigra lejár a mostani jelszavatok. Ha ennél kisebbet szeretnétek, akkor ezeket így lehet megtenni. A maximum az, ami az úgymond elmegy a falig, annál tovább nem hagyja érvényesnek tekinteni a jelszót. A mínusz V-vel meg lehet adni, mikor kezdjen el sikítani a rendszer a felhasználó bejelentkezésekor, hogy lejárt a jelszava, változtasd meg. Az I-vel pedig megadhatjuk azt, hogy egy bizonyos idő eltelte után inaktívvá teszi a felhasználói fiókot, tehát nem is tud belépni vele a felhasználó. Ez mire jó, hogyha ott hagytad az egyetemet, de ott az akontod, és mint 5 év múlva be akarsz jelentkezni, kinek van eltés akontja, kipróbált meg több év után belépni vele, és működött. Tehát ugye az ilyesmire nagyon jó. Hogyha azonnal leszeretnénk járatni a felhasználó jelszavát, szép magyar szóval, akkor a password-l felhasználó névvel ezt megtehetjük. Minden szlájdra tettem ilyen hasznos parancsokat, amiket man, parancsnév vagy parancsorba kiadva meg lehet nézegetni, hogy mit tud. Ez fogadja ott abban a sárga buborékban láthatjátok, hogy mi fogadja a felhasználót, hogyha egy lejárt jelszóval próbálkozik belépni, és még benne van abban az időablakban, amikor még nem tette a rendszerőt inaktívvá. Tehát az Oracle felhasználó belépett, és kap egy ilyet, hogy na, írd be a mostani jelszavadat, aztán változtasd meg. Mire megyünk azzal, hogyha havonta lecseréli a felhasználó a jelszavát A-ról A-B-re? Nem viccből mondom, voltam olyan cégnél, ahol a root felhasználónak A-A volt a jelszó, és kérdeztük, akkor tehát mire ment erre? Azért az üres jelszó, az mégse lehet. Igen, tehát ez így teljesen komoly dolog. Jó, milyen módon tudjuk, ugye így időben már limitáltuk, tehát mondjuk 30 napja van a támadónak, hogy feltörje a jelszavunkat, kipörgesse a szótárból. Hogyha nehezíteni akarjuk a dolgát, akkor jó erős jelszavakat követelünk meg, amit a felhasználó biztos felír valahova, mert különben elfelejti, vagy hívogatja a rendszerkezet, hogy elfelejtettem a jelszót, adjál meg valami másikat, nekem légy szíves. De mondjuk ezen a problémán, ha túlsiklunk, PEM modulokból van több is, ami erre szolgál. Korábban a PEM cracklib volt, csak most már a sima PEM Unix, ami az összes szerintem létező, ma használt Linuxon elérhető, de talán még a Unixokon is, tudja már ezeket a feature-öket, amiket ide írtam. Amikor a felhasználó beírja a jelszavát, beírja az első, ugye, hogy adunk meg jelszót, beírjuk, majd kéri a verifikációt, hogy még egyszer írjuk be. Az első jelszó beírásakor ezt a rakat ellenőrzést végrehajtja. Különböző módokon még lehet szabályozni ezt. Egy icipicit most tartok egy rövid szünetet. Itt meg tudjuk tenni azt, például, hogy korábban megadott jelszót ne használhasson a felhasználó. Ugye, mert AA, AB, megint AA, megint AB, megint AA, megint AB, ez nem túl jó ötlet. Hamar kipörgetik, hogyha tudják, hogy milyen jelszavakkal dolgozik a felhasználó. Én néha nem hallom, hogy ti halljátok, amit mondok. Ez így van? Az azért van, mert ez villog? Na mindegy, menjünk tovább. Majd beszélek nagyon hangosan. Ezekkel a módszerekkel ki tudjuk kényszeríteni azt, hogy a felhasználónak rendszeresen és jó jelszót kelljen megadnia. Ezekkel tudjuk a jelszó bonyolultságát beállítani, a másik oldalon látható módszerrel pedig el tudjuk tárolni a korábban használt jelszavakat biztonságos módon. Tehát nem plain textbe lesz ott a jelszó, egy hash képződik, ugyanúgy, ahogy a shadow file-ban is, és ezzel a módszerrel tudja garantálni a rendszer, hogy mondjuk az elmúlt 5 jelszavadat nem adhatod meg az ott időn belül. Tehát mondjuk, hogyha 30 nappal számoltunk, akkor 150 naponként használhatsz majd ismét ugyanolyan jelszót, mint korábban. Nem akarok belemenni, mert tényleg man, ch, vagy cracklib, és ott leírja pontosan, hogy mik vannak. Különböző bonyolultságot kikényszerítő szabályok lehetnek, hogy milyen hosszú legyen, milyen karakterosztályokból hány darab legyen benne, és nem is tudom, mi a fontos ebből a szempontból, talán ennyi elég is.
Nézzünk még érdekes PAM modulokat. Mik azok, amik a rendszert védik, vagy a rendszerünk biztonságát fokozhatják? Az első az egy kevésbé hasznos, de érdekes modul, ez a fail delay. Ha ezt így beállítjuk egy PAM autentikációval, vagy PAM-ra felkészített alkalmazásba, akkor amikor sikertelen az adott azonosítás, mielőtt bekérni a következő jelszót, hogy néz ez ki, belses házunk valahova, elírjuk a jelszót, mondjuk mert jelszavas azonosítás volt, akkor nem az, hogy azonnal visszaadja a promptot, hogy password, hanem 10 másodpercig ott malmozunk. Ez egy jó dolog, mert hogyha erőből jön a támadás, és pörgetné ki a jelszavakat, tehát mindig nagyon gyorsan csinálni, akkor belassítjuk, mert 10 másodpercet várnia kell. Mi kibírjuk a támadónak, zavaróbb inkább. Mi ezzel a gond? Hogyha a támadó az első sikertelen, amikor ugye beírja, hogy usernév, password, visszaadja a rendszer, hogy hibás, várakoztat 10 másodpercig, ő nem fog 10 másodpercet várni, megszakítja a session, nyit egy újat, tehát egy másodpercen belül újra próbálkozhat. Úgymond megkerült egyszerűen ezt a védelmet. Erre való ez a PAM Tally, vagy Tally 2, mert ebből van egy is, meg kettő is. Ez pedig azt tudja, hogy egy külső adatbázisba rögzíti, hogy mikor volt az utolsó sikeres vagy sikertelen azonosítás, és ha megfelelő peremfeltételek teljesülnek, amiket itt megadtunk, akkor meg lehet adni, hogy a következő 120 másodpercben, vagy 1200 másodpercben nem fog beengedni adott felhasználót. Tehát ugye letiltja a felhasználói hozzáférés, nem lehet kipörgetni a jelszavát, de nem örökre tiltja le, hanem a megadott időre. Milyen mókás, nem, hogy az egyiknél szekundumban, a másiknál meg miniszekundumban kell megadni ezeket az értékeket. Az ilyesmire érdemes odafigyelni, mert ahogy Kadlecsik Józsi is mondta, néha meglepődik az ember, hogyha mondjuk ott 10-et írnék be, akkor 10 millisekundumra megállítottam a támadót, észre se fogja venni. Jó? Menjünk is tovább. Ezek voltak a PAM modulok. POSIX ACL-ek, Unix, hagyományos Unix azonosítás. Azt mindenki vágja, hogy ugye RVX, meg UGO, tehát hogy Read, Write, Exec, User Group Other. Ez ugye hagyományos Unixokon a fájlszintű hozzáférésnél ezzel tudunk garázdálkodni. Ha ez kevés, és ennél finomabb hozzáférés vezérlést akarunk megvalósítani fájlrendszer szinten, arra valók a POSIX ACL-ek. Hát, hogy mondjak egy életszerű példát, ami nagyon fontos ebből a szempontból, a sima Unix jogosultságnál is van ilyen, hogy kizáró felhasználó és kizáró csoport fogalma, bár ott a kizáró felhasználó annyira nem izgalmas, inkább a kizáró csoport. Mit jelent ez? Ha lukat ütünk középen a jogosultságban, ugye felhasználó futtathatja, írhatja, nem tudom én mi van, a csoportnak odaadjuk valakinek, tehát hogy a root csoporté, vagy legyen valaki más, mondjuk az other csoporté, és oda nem rakunk semmilyen jogot, az other, nem othernek fogjuk hívni. Van egy file, aki a root felhasználójé, az FTP csoporté, jó? Mert hogyha other, az ott bekavarás lesz. Azt szeretnénk, hogy ezt a könyvtárat, fájlt az FTP csoport ne érhesse el, de rajta kívül mindenki más elérhesse. Akkor úgy néz ki a jogosultság, hogy mondjuk az legyen egy file, hogy R, minusz, 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 megint 3, minusz, 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 és R. Ez azt jelenti, hogy a root felhasználó és az FTP csoporton kívül mindenki más elérheti. Ez a kizáró csoport fogalma. Tehát ilyenkor az FTP csoport nem éri el, holott az other szerint ugye elérhetné, de ezért hívják kizáró csoportnak, hogy nem érheti el. Itt láthattuk egy egyszerű példát, valamire az Oracle user létezik a gépemben, ezért csináltam ezekkel a példákat. Alap esetben lefuttatom a felső parancsot, visszaadja az Oracle usernek az user ID-ja az 1002. Hogyha ezzel az ACL parancssal beállítom, amit kell, akkor utána már permission denied-ot fog kapni, holott alap esetben ez mindenki számára futtatható fájl, tehát hogyha kiadsz erre egy jelest, akkor azt fogod látni, hogy RX. A végén lesz még egy plusz jel, mert ez jelöli az LS parancsba, hogy ott valami még van, amire figyelni kell. Itt láthatjátok a mentés problémáját. Minden ilyen ACL, meg extension, meg egyéb dolgok, hál' Istennek úgy vannak implementálva, hogy az alapparancsok nem hozzák, tehát nem szedik be magukba, milyen alapparancsok, tar, CPIO, nem tudom én, zip, ezek nem foglalkoznak ezzel, becsomagolod, és amikor kicsomagolod, mentésből visszaállsz, nincsenek meg az ACL-jeid, ezért gondoskodnod kell, hogy ahogy föltetted, úgy is a mentéskor valahogy eltedd őket. A legtöbb ilyen parancs azért ki tudja listázni az ACL-eket, és akkor elmented a listát, és azzal meg vissza tudod állítani, vagy vannak olyan spéci parancsok, mint például az STAR, ami legalább ezt tudja, hogy az ilyen security kontexteket, attribútumokat, mindenféle dolgokat mentegetni tudja. Ext3, vagyis hát Linux fájlrendszer, Extended fájlrendszer attribútumok.
Mire jók ezek? Immunitéből és appendolni. Az immunitéből fájlal semmit nem lehet csinálni. Törölni nem lehet, módosítani nem lehet. Egyedül le lehet venni róla a CH6-ral azt az immunitéből attribútumot. Ez arra való, hogyha nem szeretnénk egy olyan fájt, amihez még a root sem tud így alapból beletörölni, átmozgatni, linkelni nem lehet rá, tehát nem mutat, nem képződhet link erre a fájra. Ez ilyen nagyon biztonságos, hogy ha azt szeretnénk, hogy az hogy véletlenül ne változzon meg, egyedül azok változtathatják meg, akiknek olyan capability-je van. Itt láthattok egy példát rá, van egy fájl, amiben beleírtam, hogy egy. Utána rátettem az append only-t, ez azt fogja jelenteni, hogy a fájl csak frissítésre, hozzáfűzésre nyitható meg. Törölni nem fogja engedni a rendszer, hiába van törlése jogunk, nem tudjuk felülírni, csak hozzáfűzést engedélyez. Mire jó ez? Log fájlokra. Ugye gyűlik a log, nehogy letörölje valaki, vagy megnyissa és beleszerkesszen. Ne tudja ezeket a dolgokat megtenni vele. Jó. Megint csak majd a mentésre figyeljetek, ha ilyennel foglalkoztok. Mount opciók. Mire valók ezek? Hogy kell őket használni? Partíciónként lehet megadni őket, tehát mountolt partíciónként. Fussunk végig rajta, nodedev, device fájlok, normál fájlokként viselkednek, általában ez úgy nem izgatja az embereket. Az igazán érdekes ez a no suid és no exec. A setuid, setgid fogalmát most nem vesézném ki, de nézzük az exeket. Azt szeretnénk, hogy egy felhasználó, hogyha bedug egy pendrive-ot, vagy valamit a rendszerünkben, ne tudjon onnan külső parancsot futtatni, ezzel a noexec-kel meg tudjuk akadályozni. Korábban a 2.4-es, 2.6-os kernelben még volt egy olyan hiba, hogy a dinamikus loadernek, ha átadtuk így paraméterként, ez a Lipper LDSO vagy LD Linuxnak, átadtunk egy ilyen fájt, akkor még simán lefuttatta, ezt javították már jó ideje, úgyhogy ilyennel már nem érdemes próbálkozni. Script nyelveknél értelemszerűen, hogyha a script van a, mondjuk a per boot alatt, amit itt láttok, akkor az le fog futni, mert az interpretere, mondjuk a bash, vagy a purr, vagy akármi, az ugye az USR-be fog lakni, vagy valami olyan helyen, ahonnan futhat, ez mondjuk nem meglepő. Mire jó ez? A két főszabály, ahonnan parancs futhat, oda ne lehessen írni, tehát hogy nehogy valaki felülírjon egy meglevő parancsot, a másik pedig, ahova lehet írni, onnan ne lehessen parancsot futtatni, tehát hogyha a támadó tud is írni, akkor ne tudja elindítani, amit odaírkált a fájrendszerünkre. Titkosított fájrendszerek. Hát, ez is egy ilyen áttekintő slide lesz. Milyenek vannak Linuxra, mire jók ezek, mire kell figyelni. Ez az a táblázat, amit majd otthon ki lehet vesézni, és ez alapján lehet tovább menni, hogy nekem mi a jó, mit használjak, miért jó, miért nem jó. Két fő csoportja van, a blokk szintű és a fájrendszer szintű, vagy ilyen fuse szintű dolog. Titkosított fájrendszer nincs Linuxon. Ebben én is most döbbentem rá, hogy az összes how-to-ba azt mondják, titkosított fájrendszer, meg nem tudom mi, titkosítás vagy blokk szinten történik, ami a fájrendszer szint alatt van, vagy egy meglevő fájrendszer fölé beépül még egy fájrendszer, ebből a szempontból talán létezik, de olyan fájrendszer, ami natívan tud titkosítást, olyan nincs Linuxon. Talán a BTRFS-be van egy ilyen, hogy majd oda beleteszik, de mindegy. A lényeg, hogy ezek a lehetőségek vannak. Melyiket használom mondjuk én, vagy melyiket ajánlom én? Én a DMCrypted Luxot ajánlom mindenkinek. Az összes disztribúcióba elérhető, több kulcsot tudunk rendelni egy titkosított partícióhoz, tehát hogyha többen használjuk a rendszert, nem kell megosztanunk a titkainkat egymással, mármint a titkos jelszavunkat, és de facto ez a szabvány. Jó, mire kell figyelni, hogyha titkosított fájrendszereket használunk? Ne hagyjuk a rendszerünket őrizetlenül. Ugye mi ellen véd a titkosítás? A passzív támadások ellen, amikor a rendszernek az aktív védelme nem működik, tehát ki van kapcsolva, ellopja a támadó, belépni nem tud rá, kikapcsolja, bekapcsolja, és akkor kér egy jelszót, eladja 50 000-ért, mint az én ellopott laptopomat. Tehát így, és te sírsz, hogy miért volt abban a táskában a mentős diszked is, amit elloptak. Ha fizikailag hozzáférünk egy titkosított rendszerhez, akkor már nagyon-nagyon sérül a biztonsága. Miket lehet csinálni? Itt ezen a gépen mit lehetne csinálni? Ez egy tipikus Ubuntu gyári telepítés, annyi, hogy titkosított partícióval. Az egész rendszer titkosítva van? Hát majdnem, ugye? Kivéve a bootot, ami betölti a rendszert. Ki kéri be a jelszót? Az a boot folyamat? Ami nincs titkosítva és nincs verifikálva sehol, és ha lecserélem, mondjuk itt hagyom ezt és kimegyek, aztán bejövök én, mint a gonosz hacker, lecserélem a boot partíció levő kódot semmi másra, csak egy echo password nyíl bele egy temporális állományba valahova,
begépelem, megint visszajövök, mármint támadóként, és megvan a jelszavam. Tehát nem szabad magára hagyni. Vagy valami trusted médiáról kell bútolni, vagy olyan megoldást kell használni, ami garantálja, hogy ez biztonságos legyen. A lehető legteljesebb titkosítást használjuk. Ha fontos a biztonság, akkor ne fájlokat titkosítgassunk, hanem mindent, mert így nem kell majd gondolkodnunk, hogy hova is mentettem, bakker, nem a titkosak közé, jó, átmozgatom, aztán majd elfelejtem, és így tovább. Érzékeny adatok lehetnek a swap területen, tehát hogyha kiswappelődik valami adat, kriptokulcsoktól, jelszavaktól, egyéb rendszer információktól kezdve minden. Az a legjobb, hogyha titkosított rendszert használunk, akkor nem célszerű suspendelni és leállítani így ilyen tartalékba a gépet. Egyébként meg a hónunk alatt visszük mindenhova, és nem tesszük le. Töltsük fel szeméttel az újonnan létrehozott területet. Mire szolgál ez? Nem fogja tudni a támadó, hogy hol van a titkosított partíciónkon valódi adat, hol kezdje a törést, mert azt fogja látni, hogy mindenhol van valami írva. Tehát úgymond megfelelően inicializáltuk a titkosított területet, tele van szeméttel random adattal írva, így nem fogja tudni, mert ugye amikor utána majd mi használjuk rendes fájrendszerként, akkor mi is oda fogunk kirogatni, ezek a random adatok felülíródnak, viszont nem fogja tudni olyan könnyen a támadó megkülönböztetni, hogy ez még a szemét, vagy már az adat. Nagyon jó kis feature, exec logging. Ha szeretnénk tudni, hogy mi történik a rendszerünkkel, amikor használjuk, akkor többféle módon is megtehetjük azt, hogy naplózzuk a parancsoknak a futását. Az egyik, az a GRS-eknek az exec log feature-e. Ehhez majd szó lesz a GRS-ekről, hogy az micsoda. Az a lényeg, hogy pecselni kell a kernelt, ez csak a kernelben van, fixen, úgymond kikapcsolhatatlanul ott van. Azért raktam oda a csillagot, mert lehet úgy fordítani, hogy mégiscsak ki lehessen kapcsolni, ki be lehessen kapcsolni, de általában ezt inkább bekapcsolva használják. Nem kell hozzá külön syslog, nagy előnye ez, a nagy hátránya pedig az, hogy egy fix hossz után levágja. Tehát így logolja, hogy mit futtat a felhasználó, de hogyha túl sok argumentum van, túl sok parancsnév, nem tudom, hogy hosszú nevek, akkor végét levágja. Nem fogjuk tudni, hogy pontosan mit futtatott. Két dolgot tehetünk, hogyha erre szükségünk van. Az egyik az, hogy megpecseljük a GRS-eket, hogy ne csináljon ilyet, ezt is lehet. A másik meg, hogy az audit date futtatjuk, ami az meg azért jó, mert az összes disztribúcióban benne van, APT-get installal föltesszük, és szokták mondani, hogy a biztonság a használhatatlanságig fokozható, na most az audit date-re ez garantáltan igaz. Tehát azt képzeljétek el, hogy minden syscallt, tehát mi a syscall? Amikor egy program valamit csinál, read-el, write-ol, sleep-el, return-ol, megnézi, hogy egy fájl megvan, azt ki lehet logolni. Ki lehet logolni az audit day összes hívását is. Tudod, ez a végtelen ciklus, mert most logolom, igen. És nagyon jó eszköz egyébként, mondjuk aki a kimenetét írta, tehát hogy logol, azt úgy a kezére csapnék, vagy nem tudom, vele olvastatnám a logokat. Gyakorlatilag szabad szemmel nem olvasható, de szerencsére van hozzá egy Audit Search nevű alkalmazás, és ezzel lehet jó mókákat csinálni, keresni benne, és szűkíteni. Hogy néz ez ki? Egy kicsit azért ezt elmagyarázom, mert ez nem egy széles körbe elterjedt dolog. Aki ilyen Enterprise Linuxokat használ, Red Hat, nem tudom én, SUSE, Oracle, ott, hogyha ilyen vállalati policy megköveteli, azért ott szokták használni, mert vannak előre definiált modelljei, naplózási modelljei. A Linux kernelen belül van egy audit alrendszer, gyakorlatilag minden fontosabb területen vannak benne ilyen úgynevezett húkok, ilyen elkapások, és akkor a user space-ből megmondhatjuk, hogy melyik ilyen fontosabb területnek melyik tevékenységét naplózzuk. Szénnél lehet konfigurálni. Tehát meg lehet mondani, hogy csak te, mint felhasználó, amikor az LTC-be egy fájlt írásra nyitsz meg, és a, nem tudom, a security kontexted ez meg ez, akkor kerüljön csak naplózásra. Ez csak naplózni tud, de azt viszont betyárjol. Tehát tényleg ezzel, ha tegyük fel, nem tudjátok, hogy van egy fájlotok az LTC alatt, és az néha megváltozik, mert ugye a modern Linux disztribúciókban már mindent ilyen démonok, meg domének, meg nem tudom, mik változtatgatnak, és a guta üt meg, hogy már megint valaki átállította a némszervet, pedig nem akartam, akkor ráteszel egy ilyen auditdés követést, hogy a kinyitotta meg write-ra ezt a fájlt, és akkor ott lesz a logban, hogy ha, a nem tudom én, avahai démon az átállította. És akkor legalább már tudod, mit lősz ki, vagy minek olvasod el a manuálisát. Jó, az architektúráról csak annyit, hogy ez magába a kernelbe fut, és van egy user space alkalmazás, aki a naplózást végzi. Kapcsolódik hozzá ilyen ISP modul, gyakorlatilag tud távolra naplózni, helyben naplózni, ki be lehet kapcsolni, de van egy olyan bekapcsolási módja, hogy beállíthatod azt, hogyha nem sikerül a naplózás, tehát úgy érzékeli a kernel, hogy nem tudja kitolni az Audit D-be a logokat,
vagy az Audi ID úgy érzékeli, hogy ő nem tudja kírni a diszkre, akkor elpánikol a kernel. Tehát azt mondja, hogy inkább meghalok, de nem megyek úgy tovább, hogy nem naplóztam. Vannak olyan rendszerek, ahol ez követelmény. Tehát gondolj bele, az is egy támadási forma, hogy először kiütöd az Audi ID-t, eltünteted a logolást, és utána mókolsz tovább. Jó, menjünk tovább. C3-út. Ez egy nagyon régi dolog. Az előadásaimnak a felét életem során a C3-útról tartottam. Órákig tudnék bármelyik témáról beszélni, de erről garantáltan. Gyakorlatilag egy fájrendszer szintű izolációt valósít meg. Ez egy rendszerhívás, meg egy kis segédprogram is, tehát ami meglepő módon erre a rendszerhívásra épül. Mit csinál pontosan? Hogyha meghívjuk ezeket a parancsokat, ez a helyes sorrend, ahogy használni kell, akkor onnantól kezdve az a process, aki ezt hívta, és az ő leszármazottai, ez olyan, mint valami genetikai betegség, hogy így öröklődik, ők már csak ezt a pert, a CG-t és a HTML-t fogják látni, mármint nem fognak azon kívül látni fájrendszer szinten, ő számukra úgy tűnik, hogy ez a fájrendszer gyökere. Mire jó ez? Fájrendszer szintű izolációt valósít meg, itt fut egy programom, nem fogja tudni elérni az ETC-be levő password file-t, és így tovább, és így tovább. Rengeteg hiányossága van, mert csak fájrendszer szinten működik, és ha rosszul használjuk, akkor még ott se tökéletes. Mikor nem tökéletes? Hogyha marad egy nyitott file descriptorunk a C3-úton kívül, akkor arra rá C3-útolva ki lehet jutni a jailből. Ezért ez a helyes sorrend, hogy belépünk abba a könyvtárba, ahova C3-útolni akarunk, és helybe C3-útolunk, mert akkor az a nyitott FD-nk, ami megmaradt, az az jail, és oda ugyanúgy visszamehetünk, és ilyen mókus kereket játszhatunk a C3-úttal. Általában miért nem szeretik ezt használni? Nehezen karbantartható, duplikálnod kell a rendszert, be kell másolnod oda minden olyan parancsot, ami annak a cuccnak kell, aki ott futna bent. Nehézkesen használható, majd kitérek arra is, hogy mi az alternatíva, amit használni lehet helyette. Capability, ez egy jó régi dolog, tehát azért mondjuk ez nem egy nagy újdonság, körülbelül egy kicsit újabb, mint a C3-út, de a C3-út lehet, hogy 81-ben implementálták a Unixokon, ezt meg nem tudom én, 89-ben. Volt kezdetben vala a nagy root nullás UID. Amikor írták az RFC 1-et, abban olyan szöveg volt, hogy a Unix rendszerek száma, sőt, de jó, hogy visszahozta a kutya ezt a könyvet, az egyik kollégámnál volt, akkor idézek belőle. A Unix rendszerek száma 10-re nőtt, és még több várható. 1972. júniusa. Az akkori Unixok úgy néztek ki, hogy volt egy nullás UID és semmi más. Tehát nem voltak felhasználók, mert kik használták? Kutatók, mérnökök, tudósok a laborban ismerték mind a 10 Unix rendszer összes felhasználóját, név szerint. Fel sem merült az, hogy itt felhasználó név, meg mi ez az individualizmus, ugye, itt kollektív szellem van. Aztán rájöttek, hogy ez, amikor már kicsit többen használták, mégse olyan jó dolog, szétszették, lettek felhasználók, meg a root. A többiek nem csinálhattak egy csomó mindent, amit a root csinált, és rájöttek, hogy mi lenne, ugye nagyon sokféle olyan dolog van, amit rootként csinálunk, de ahhoz, hogy azt megcsináljuk, egy csomó más tulajdonság nem kell. Például, hogy a rendszeridőt átállítsam, nem kéne tudnom törölni a partíciókat. Vagy mondjuk ahhoz, hogy hálózati interfészt állítsak be, nem kéne tudnom kilőni tetszőleges processzeket. Ezért ezt a nagy monolitikus rootjogot szétvágták capability-kre. Kezdetben kevesebbre, most már egész sok van, 37 ilyen capability van, akit ez érdekel, ott láthat egy párat. Vannak mindenféle wrapperek, amikkel megtehetjük azt, hogy elindítunk egy parancsot, de előtte kigyomláljuk azokat a capability-ket, amik nem kellenek, és csak azt hagyjuk meg neki, ami kell, mondjuk 2-3-at, és hogyha ebbe a kódba valami hiba van, akkor csak ezt a 2-3 capability tudja a támadó kihasználni, a többit nem. Tehát minimalizáltuk a támadás esélyét, vagy a támadás által okozható kárt. Namespace-ek, ez nagyon jó móka, ez baromi jót lehet vele szórakozni, majd lesz egy workshop, ott szeretném is bemutatni, akit érdekel, jöjjön el mindenképpen. Ez olyasmi, mint a C3-út, csak egy kicsit kiterjesztették, kicsit durván kiterjesztették. Milyen namespace-ek vannak? Hostname, IPC micsoda? Interprocess Communication, Schedulerek, Shared Memory Segments és egyéb szitok szavak. PID, Process Name tér, User Name tér, Network Name tér, meg a Mount vagy FS Name tér. Nézzünk néhányat. Ezek teljesen függetlenül instanszokká válnak, hogyha ezeket használjuk. Nézzük a Network Name teret.
Mit csinál ez ilyenkor? Hogyha elindítok egy programot, és őt egy ilyen új namespace-be teszem, és nem állítok be semmi mást, nem fog látni semmit a hálózatból, mert ő kap egy külön network stack-et, tehát egy hálózati réteget saját maga. Lehet külön tűzfalszabálya, külön hálózati interfészei, külön routingja, minden külön, és ha, amit ebbe állítok, abból semmi nem hat a külső rendszerre, és a külső rendszer beállításai nem hatnak erre a belső rendszerre. Még jobb, olyat lehet csinálni, hogy egy fizikai interfészt hozzá lehet rendelni ehhez a névtérhez. Tehát a külső rendszer nem fogja látni, a belső rendszer látni fogja. Miket lehet ezzel csinálni? Átlapoló címtartományok kezelése. Jó, mi? Mindenkinek fölcsillant a szeme. Van két azonos hálózati címed egy eszközön. Tehát belelógsz itt is egy tízes hálóba, meg itt is egy tízes hálóba. Hogy rútolsz? Ezek független cégek, tehát nincs köztük semmilyen megállapodás. Akkor azt mondod, hogy ez a programom ebbe a namespace-be fut, ez a fizikai interfésze itt van, akinek meg innen kell szolgáltatnom, azt ebbe rakom bele, és innen futok. És a kettő nem fog ütközni. Lehet ugyanazokon a címeken kommunikálnod, csak két teljesen más irányba. Ezt szerintem majd akkor értitek meg igazán, amikor a workshopon bemutatom. De például egy nagyon egyszerű parancssal, hol írtam a parancsokat? Ott van unshare. Unshare-n-nel létre tudsz hozni egy olyan namespace-t, aminek nincs semmilyen hálózati beállítása, tehát amikor OpenOffice-ba megnyitsz egy fájt, amit kaptál valakitől, és nem bízol benne, hogy a makrók meg az egyéb ilyen nyalánkságok mit fognak csinálni, akkor ezzel indítod el, és az OpenOffice-odnak nem lesz hálózati tere, nem tud kommunikálni, mindenre azt mondja, hogy no root to host, unable to connect, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon hasznos biztonsági feature. Le tudjuk szűkíteni a program működési terét tényleg a minimumra, amire neki szükség van, és a külső rendszer, az őt futtató rendszerre nem tud hatást gyakorolni. A másik, amit még talán megemlítek, és utána rohanunk tovább, az a PID namespace. Process ID namespace, ez mit csinál? Ha beraksz valakit egy ilyen namespace-be, akkor hogyha azon belül, amikor bekerültél már ebbe a namespace-be, kiadsz egy PS parancsot, akkor azt fogod látni, hogy én vagyok az egyes PID. Az a parancs, amit ebbe bedobtál. Aki az én fiam, az meg a kettes, és így tovább. Mire jó ez? Process szintű szeparációra. Futtathatok egy másik Linux disztribúciót ebben, init-tel, mindennel együtt indítva, ugyanúgy, mint egy rendes boot folyamatot. Vagy mire jó még? Ha itt feltörnek valamit, hiába mondják, hogy kilol minden, nem megy át a szignál a másik namespace-be, meg a külső rendszerbe, csak az ő saját namespace-én belül tud garázdálkodni. Ez is egy nagyon hasznos feature. Itt látjátok, hogy ez kernelben van, nem kell hozzá pecselni, de azért érteni kell hozzá, tehát hogy utána kell olvasni, ez a 2 plusz, ez jelenti. C-groups-ok, erőforráscsoportok, kontrollcsoportok, ez valami alternatív együttesnek is volt, nem kontrollcsoport. Miket lehet vele limitálni? Adott processzek és az ő leszármazottjai számára mennyi memóriát, hány CPU-t, a CPU-n belül mennyi erőforrást használnak el, tehát hogy darabszámra van 4 core, 4 processzor magod, akkor megmondhatod, hogy ez a erőforráscsoport csak 2 processzort használhat maximum, és azon belül is csak az 50%-át viheti el a 2 procinak. Mire jó ez? A webkiszolgálódnak odaadod az egyik procit, az adatbázis szervernek a másik procit, és garantáltan tudod futtatni, mert nem tudják egymás elől elenni a processzort. Így tudod garantálni a működést, vagy ha az egyikben van egy hiba, ami mondjuk DOS-ra használható, hogy végtelen ciklusba vágja, akkor nem tudja megenni az egész rendszert, mert ilyen módon szétvágtad őket. Tudsz memóriára szűrni, az a vicces, hogyha lelimitálod a rendszerben a memória használatot, akkor nem azt csinálja, hogy kilövi, tehát hogy eléred a plafont, akkor nem kezdi el kapásból kilőni, hanem elkezd swappelni, ha van swap. De csak az a process. Tehát őt teríti ki a swap-re, őt lassítja be, és nem az egész rendszert. Azért ezek olyan nyalánkságok. A többiről majd szerintem beszélünk a workshopon, ha lesz még rá idő. DAC. Hagyományos Unix-os jogosultság kezelés, ő volt a DAC. Ez a ilyen megengedő, tetszőleges access control. Őt kiterjesztették a MAC-ok és a RBAC-ok. A MAC az a Mandatory Access Control, a RBAC meg a Role-Based Access Control. Na most ez az a slide, amiről aztán mondjuk 45 percig úgy tudnék beszélni, hogy még hiányérzetem lenne a végén. Nem fogok tudni mindent elmondani, de nézzük meg, hogy mit csinálnak ezek. Volt a korábbi a DAC, az a username csoport, meg a file rendszeren a futtathatom, RVX jogosultságok. Nagyjából ezek voltak, meg talán még a capability-ket ide lehetett érteni. Azt mondták, hogy hát ez így kevés, csináljunk valami szabályalapú, szabályozható rendszert, telerakták a kernelt ilyen szabályozási pontokkal, húkokkal, és
ez az összes, amit itt láttok, az arra épül, hogy ezeknél a szabályozási pontoknál mindenféle szabályokat tudunk leírni ilyen konfigurációs állományokba ACL-szerűen, hogy ez a felhasználó ezzel a parancssal, ezzel a fájllal ezt csinálhatja, vagy nem csinálhatja. Tehát nagyon finoman szabályozhatóvá tették a hozzáférés vezérlés, hogy melyik parancs mit csinálhat. Ez nagyjából, ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor ez az, amiről beszélünk. Ez olyan, mint amikor a kínai császár megkérte a tudósait, hogy írják össze a világ összes tudását. A tudósok évtizedekig dolgoztak, írtak rengeteg ilyen vastag könyvet. És akkor mondta a császár, rövidebben kéne összefoglalni. Jó, írtak 10 ilyen könyvet. És akkor mondta, még rövidebben kéne összefoglalni. Írtak egy könyvet, már ilyen kicsi vékony könyvet írtak. Mondta, hogy nem, még rövidebben kéne összefoglalni. És akkor a végén odaadtak neki egy papírt, az volt ráírva, hogy a világ bonyolult. Tehát erről is azt tudnám mondani, hogy ennél hosszabban nem nagyon fogok tudni nektek erről mesélni. Mindenképpen szeretném kiemelni a GR Security-t, mert én ebben hiszek, meg ez nagyjából a mezőny fölé magasodik mindenképpen képességekben. Annyit érdemes elmondani róla, hogy mondjuk ez itt egy open source konferencián, nem tudom mennyi, kiknek dobogtatja meg a szívét, 10 000 szerverére feltette a Microsoft a Skype nodokra, mert enélkül nem tudták megvédeni a szervereiket. Tehát azért az elgondolkodható, hogy a Microsoft hajlandó megpecselni valamit, és nem a Novell vagy a SUSE rendszereit használta, hanem megpecselte a cuccokat. Jó? Ott a hupon van egy jó kis cikk, NICE tollából, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, és Hunger kolléga, nem az én kollégám, úgy általában a biztonsági szakmában egy nagyra becsült ember, lektorálta egy picit ezt. Ami még érdekes lehet, tényleg csak egy nagyon röviden, amit még el akarok mondani, a Shell Linux miért nagyon jó? Az NSA fejlesztette, ott legalább nyíltan vállalták, hogy ők csinálták, és common kritériás szerint minősítve van CCL+-ra. Tehát, hogyha az az elvárás, hogy egy ilyen szintű minősítéssel rendelkező rendszert használjunk, akkor ez pecselés nélkül Red Hat, SUSE, Ubuntu nem biztos, de a Debian biztosan tudja ezeket hozni. Van még kismillió belőle, szumma 11 féle mandatory access controlból választhatunk a 3.6.9-es kernelbe. Tényleg itt aztán mindenkinek szem, száj, ingere szerint tudja kiválasztani a neki tetszőt. Talán annyi még érdekes lehet, hogy ez az RSBAC nevű, ő a legrégebbi ezek közül, és az egyik legkomplexebb. Szokták kritizálni a Shell Linuxot, hogy túl sok húkot, túl sok ilyen ellenőrzési pontot implementál a kernelbe. Azt érdemes tudni, hogy az RSBAC 4-szer annyit implementál. Tehát ott aztán tényleg már ilyen finom tűreszelővel reszelhetjük ki a biztonsági konfigurációnkat. Pax. Emellett nem tudok elmenni szó nélkül. Az a Linux rendszer manapság, ami komolyan építene a biztonságára, és nem rendelkezik Pax patch-el, az gyakorlatilag záros időn belül feltörhető, megtámadható, romba dönthető. Mi ez a Pax? Ki az a Pax? Jó lenne tudni, mert ez egy anonim srác, Pipacs a neve, pontosan senki nem tudja, nyilván ő tudja, hogy kicsoda, de ő nem mondja el. Azt érdemes tudni, hogy az ő általa kitalált ez az ASLR, Address Space Layer Randomization technológiát, ő implementálta először 2001-ben a Pax-ba. Azóta ilyen cégek vették át, mint Microsoft, Apple, tehát a macOS X-be implementálták, és így tovább. Tehát egy ilyen kis szerény srác. Mi ellen véd és hogy véd? Nagyon röviden, mert tényleg már csak 4 percünk van arra 7 szlájdra. Gyakorlatilag mit csinál? A támadók dolgát nehezíti meg mindenféle kernel hardeninggel. Egyrészt a memóriának az allokációját véletlenszerűvé teszi. Ez gyakorlatilag olyan, hogy a támadó tudja, hogy van egy lap, amin van egy luk. Ez a programhiba. És szeretné átdugni rajta az ujját. A Pax meg azt csinálja, hogy rázza a lapot. Hogy dugd át. Tehát nagyon leegyszerűsítettem, de gyakorlatilag ez a randomizáció lényege. Illetve megvalósítja azt, amit a mount opciókkal csináltunk, hogy csinál csak futtatható, de nem írható memóriaterületeket, illetve csinál írható, de nem futtatható memóriaterületeket. Tehát a támadó beleírja a memóriába a kódot, de nem tudja futtatni, illetve honnan tudná futtatni, oda meg nem tud írni. Nem tökéletes, egy csomó minden ellen nem véd a Pax, de zseniális. Tehát tényleg mondjuk úgy, hogy én sem érek fölésszel sok megoldásához, ez mondjuk részben engem is minősít. Mindenféle kernel hardeninget csinál, míg a kernel hardeningek megerősíti a kernel mindenféle biztonsági képességekkel, de hogy?
Egyrészt úgy, hogy megpecseli, jön egy patch file, amit rá kell tenni a kernelre, de fordítási időben erősíti meg a kernelt GCC pluginekkel, nem tudom, aki még érti, amiről beszélek, tegye fel a kezét. Oké? Tehát a forráskód módosítása nélkül a fordítási időben analizálja a forráskódot, és kijavítja benne a hibákat. Több ezer valahány száz hibát javít ilyen módon. Tehát ezer valahány száz nem különböző, hanem összesen ezer valahány száz, mondjuk 4-5 féle sérülékenységből ennyit javít. Hihetetlen cucc. Mindenkinek ajánlom, aki biztonsággal akar foglalkozni. A hálózatbiztonsági funkciók, hát ugye említettem az elején, hogy nem fogok tudni mindenről megfelelő súllyal beszélni. Ez a két téma mondjuk lehetne egy évnyi tananyag a bármelyik műszaki egyetemen. Most nagyon rövid leszek. A netfilter, illetve az IPT-ből szalrendszer a hálózati hozzáférés vezérlésre való. Egyik fontos fejlesztője előttem tartott előadást, a Kadlecsik Józsi, minden tiszteletem az övé. Az IPT-ből szerint például meg tudjuk azt csinálni, hogy egy adott mondjuk a www data felhasználó csak meglevő kapcsolatokra válaszolhat kifele, hogyha feltörik a webszerveredet, ő mondjuk www dataként fut, nem tud nyitni új kapcsolatot, tehát nem kezd el spam robotként teríteni a 25-ös portra máshova üzeneteket, mert nem fogja engedni neki a netfilter. A lehetőségei szinte korlátlanok. 12 éve dolgozom az Andrews-ba, hálózatbiztonsággal foglalkozunk, rengeteget rendszert auditálunk, üzemeltetünk, működtetünk. Legnagyobb hibákat ilyen tűzfalazásban láttam, és az IPT-bözbe is. Tehát azt kérem, aki ilyet csinál, az először értse meg, nem elolvasni kell, megérteni. Csináljon egy pici tűzfalat, próbálja ki, hogy működik, mert nagyon nagy meglepetések érhetik, hogyha nem érti, hogy mit csinál. Tehát én láttam olyan tűzfalat, hogy 300 sor volt csak egy chainbe, és az első mi volt? Any except. Tehát így, és a többit miért raktad bele, hogy szépen mutasson, vagy auditnál rá lehessen mutatni? Nem, mert nem értette, hogy ez mit csinál. Titkosítás, VPN-ek, tényleg, ahogy a kínai császárnak is mondták, az élet bonyolult. Mire valók ezek? Arra valók, hogy garantálják, hogy hitelesítve és titkosítva ez a kettő együtt visznek át két hálózati szegmens között adatokat, tehát a támadónak nehéz dolga lesz, mert ha még a titkosítást meg is tudja törni és lecseréli a csomagot egy amúgy hiteles vagy titkosannak kinéző csomagra, ha sérül a csomag integritása, akkor a hitelessége elvész, és így nem fogja tudni átnyomni az adatot. Tehát ez arra való, hogy ha A-ból B-be biztonságosan akarunk és hitelesen adatot továbbítani, akkor ezt kell használnunk. Virtualizáció, mint szeparációs eszköz. Hát a, nem tudom, sajnos Józsi előadásán nem voltam bent, de azt tudni kell, miért jó a virtualizáció, és miért rossz a virtualizáció biztonsági szempontból. Azért jó, mert kényelmes. Nem kell a CH rootba kínlódni, fölraksz egy virtuális gépet, APT-gettel karbantartod, stb. Nagyon jó. Miért nem jó? Behoz egy plusz réteget, amiben hiba lehet, a virtualizációs réteget, ha hiba van benne, megtörik azon keresztül az oprendszeredet is. Mi, hogy lehetne ezzel ellen védekezni? Másik fizikai vason futtatod. Hát kösz szépen. Tehát, nem biztos, hogy okosság ez így. Jó, itt felsoroltam jó pár olyat, amit érdemes megnézni. Egyébként körülbelül még kétszer ennyi féle virtualizációs technológia van Linuxra, csak azok nem érhetőek el Intel alapokon, azokat nem írtam föl. Milyen biztonsági megoldások lehetnek még egy rendszer esetében? Fordítás idejű biztonsági megoldások, vagy nem hagyják addig lefordítani a forráskódot, amíg hibát találnak benne, egyszerűen visszadobják, hogy bocs, hiba van benne, én úgy érzem, javítsd ki, írd át, vagy úgy fordítják le, hogy beleraknak valami plusz biztonsági megerősítést, például ez a Stack Protector ilyen kis kanárikat tesz be. Mik ezek a kanárik? Nem akarok nagyon belemenni, mert már lejárt az időm. A lényeg az, hogy amikor fut a program, minden ilyen függvényhívása mellé oda tesz egy ilyen checkszámot. Valamelyik függvényben hiba van, a támadó felülírja a memóriát, meg fogja ölni a kanárikat, elpusztulnak a kanárik, és amikor visszatérünk, futnánk tovább, a rendszer leellenőrzi, hogy ezek is madarak élnek-e, ha nem élnek, nem engedi tovább futni, kinyírta a rendszert. Jó, akit ez mélyebben érdekel, arról a workshopon még tudunk beszélni. Na, ez nagy királyság, SecComp, erről muszáj beszélnem, még ha az előadók itt lerángatnak is a pódiumról. Két fajtája volt, SecComp 1 és SecComp 2. Hát a SecComp 1 annyira nem volt izgalmas, 4 darab Cisco-t engedélyezett, read, write, sig return, meg exit. Ennyi Cisco-t használtál, mondjuk a user space-ben megírt függvényeidet tudtad használni, de más Cisco-t nem lehetett, ha mást használtál, kernel lelőtt, sick kill.
vagy segmentation fault, ebben már nem vagyok biztos. És akkor rájöttek, hogy az a vicces, hogy ebben a minimalista implementációban is volt egy biztonsági hiba. Nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, de 64 biten meg 32 biten a syscallok úgy van, hogy az, hogy read, az egy szám a kernelben, hogy egy. A write, a kettő. Az exit, a három. Most nagyon egyszerűen mondom el. 64 biten meg 32 biten nem ugyanazok a számok tartoztak ehhez, és ezért meg lehetett így mókázni, hogy 64 biten CH módot, meg nem tudom mit lehetett hívni, mint 32 bites syscallt, ezt már javították. És a Google kiterjesztette ezt egy a BSD Packet Filterre épülő A rendszerrel. Mit lehet csinálni ezzel? Ugye GRSEC, SysLinux, Apparmor, mindegyiknél mit kell csinálnod? Neked magad meg kell írnod az ACL listát. Le kell írnod, hogy a, bocs, te leszel a példaprogram, ma már te vagy a példaprogram. Ez a program megnyithatja az ETC-be ezt a fájlt, futtathatja azt a fájlt, írhatja a logot, és így tovább. Tehát neked tudnod kell, hogy ez a program mit csinál, és neked le kell írnod explicit a szabályokat. A SecComp mit csinál? A fejlesztő beleteheti a forráskódba, hogy ez a program ezeket a syscallokat, és felsorolja, hogy mely syscallokat használhatja, fogja használni. Lefordítja, és a működése során, amikor elindul ez a program, akkor jelzi a kernelnek, hogy ő ilyen secure computing módba szeretne futni, meg átadja a kernelnek a syscallok listáját, amiket használni fog, és hogyha nem ezt használja, akkor őt kilövi a kernel. Mire jó ez? Van egy buffer overflow hiba a programba, beleírja a támadó egy olyat, hogy na, akkor futtasd le a bin per bast, és adj nekem rootjogot. Mivel nem volt az előre definiált syscallok között az, hogy ő exekelhet, vagy mondjuk a bast futtathatja, a kernel kinyírja. Azért jó ez, nem kell neked explicit módon leírnod, hogy a program mit csinálhat. A program fordítója, az írójának kell ezt tudnia, és fölteszi egy gépre, a te gépedre, és ott az a program csak azt fogja csinálni, biztosan, legalábbis syscallok tekintetében, amit azt a fejlesztője kitervelt neki. Jó? Most, ha ezt így összeraknánk egybe, és egy nagyon nagy összetett mondatot szeretnénk mondani, hogy mit lehet csinálni, GRSEC-es kernelen, amiből kiforgattunk mindent, de bekapcsoltunk minden biztonsági feature-t, külön namespace-ben futó alkalmazások, CH-rútolva, felhasználóként, csak a minimális capability-kkel, az erőforrás csoportjait beszabályozva, hogy mennyi processzor tehet, mennyi memóriát, milyen eszköz férhet hozzá, és még a SecComp vagy a GRSEC által beszűkített syscallokat használhatja. Ez nagyjából a maximum, amit el lehet érni Linuxon, ingyen és szabadon. Nagyjából ez lett volna a végszó, és egyébként ilyen rendszer létezik, nehogy azt higgyétek, hogy nincs, úgy hívják, hogy Chromium OS, nyílt forráskódú Google OS, az ezeket csinálja, és a SecComp-ról is azt érdemes tudni, hogy három program használja jelenleg, a Chromium webböngésző, a VSFTP, és most fog majd kijönni az OpenSSH-ból a 6-os verzió, és abban már ez benne van, vagy lehet, hogy már ki is jött. Jó, itt a vége? Nem? Folytatódik a szilvaterembe a workshoppal, úgyhogy a szünetbe azt kérdezzen csak, aki nem jön workshopra. Itt a vége. Igen.